Idén 2-3 hétre leveszik a szülők válláról a felelősséget a kaposszegcsői nyári tábor rendezői. A járvány miatt önkéntes karanténba kényszerült családok gyermekeire már ráfér a társaság. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is megszervezhetjük Kaposszegcsőn a nyári tábort. Egész tavasszal ezen, mióta ez a koronavírus helyzet kialakult, ezen gondolkodtam és reménykedtem, hogy megoldódik akkora úgy a helyzet, hogy megszervezhető, hiszen ez 2007 óta minden nyáron 2 vagy 3 hétre leveszi a szülők válláról a terhet a gyermek elhelyezésébe. 7:30 délután 16:30 biztosítjuk a gyerekeknek az itt léttel a lehetőséget, hogy a szülők mehessenek nyugodtan dolgozni, és munka után jöhessenek értük. Alsó tagozatos gyerekeket érint minden évben. Eddig úgy volt, hogy első turnusban első-másodikosok, utána harmadik-negyedikesek, de az idén a vírus, tehát a járványra való tekintettel 3 hét lesz a tábor, és 15-15-15 fővel vehetnek részt a gyerekek, hogy szabadabban mozoghassanak az aktuális járványügyi szabályokat betartva. Nagyné Tóth Erzsébet művelődés szervező elmondta, kézműves foglalkozások, kirándulások, játékos tanulás is szerepel a programok között. A tábornak az összekötő részét én állítom össze, de ebbe besegítenek az önkormányzat dolgozói, a falu civil szervezetei. Például most is lesz olyan nap a tervek szerint, hogy a Nyugdíjas Klub és a Faluszépítő Egyesület is részt vesz a programba. A Nyugdíjas Klubra amúgy is minden évben lehetett számítani, hiszen az egy nap programját mind ők vállalták. Most vállaltak kirándulásba is részvétel, illetve úgynevezett B-tervbe, mert ha esik az eső, akkor nem tudunk elmenni, hogy kézműves foglalkozással a gyerekeket majd le tudják kötni. Az érettségi alapfeltétele az 50 órás közösségi szolgálat. A középiskolás diákok itt is teljesíthetik ezt a feladatot. A közösségi 50 órás szolgálatra tudunk fogadni gyerekeket. Nagyon népszerűek, az idén is már körülbelül 10-12-en csak eddig jelentkeztek. Elsősorban olyan diákok, akik ebből a kaposszegcsői iskolából jöttek, illetve saját maguk is, mint kisgyerekként, táborozóként részt vettek a programon. Azért is jó nekik, mert itt játékkal, aránylag könnyebb munkával tudják, nem is nevezhető munkának, teljesíteni azt az szolgálatot, amikor amúgy is ráérnének. Nekem is nagyon nagy segítség, hogy amikor egy saját korosztályára talán a gyerekek jobban hallgatnak, és egy kiinduló pici konfliktust már egy mozdulattal le tudnak rendezni, és szívesen, és ők is sokszor látom, hogy vissza kisgyerekesednek közéjük. A programok megvalósításában részt vesz a rendőrség, a Dombovári Egészségfejlesztési Iroda, valamint a helyi civil szervezetek is. A tábor teljes költségét az önkormányzat vállalta magára.